Több mint két évtizedes hagyomány, hogy a Kodály triatlonistái egy közös sport délutánnal búcsúztatják az évet. Jelenleg 135-en tagjai a szakkörnek, közülük 31-en versenyszerűen sportolnak Kisgáti Istvánné és Juharos Gábor irányításával. Az eredményekre az idén sem lehetett panasz, hiszen a gyerekek már a tavaszi mezei futó és a nyári úszódöntőkön megkezdték az érmek gyűjtését, amit ősszel tovább folytattak. Jött az ősz, hagyományosan a duatlon verseny, ugye ezt megelőzte a városi megyei válogató, ahol bizakodóak voltunk, több csapattal is. Nem fogok soha jósolni, mert magamban két csapatot, két csapatnak a dobogóra való jutásában nagyon biztos voltam. Hát szegények nem jutottak. Az egyik negyedik, másik egy nagyon szép ötödik helyezés szerzett, de helyette hozták a többiek és szállították zsinórban a szép érmeket. Három arany, egy ezüst és egy bronzéremmel gazdagították a tárházat. Ezzel megszereztük a 136. országos döntős dobogós helyezésünket, és az első korcsoportos lányok harmadik aranyérme az 50. jubileumi aranyérmünk volt. A téli szünetet követően a gyerekek már is elkezdik a felkészülést, mivel januárban, úszásban, márciusban pedig mezei futásban állnak rajthoz diákolimpiai versenyeken a kodályos fiatalok.